Zelenszkij elnök ismét találkozott Ferenc pápával. A gender ideológiát népszerűsítő katolikusokkal találkozott a pápa. Látható lesz a Szent Péter Bazilika egy különleges műtárgya, itt a Római Riportokban. Ferenc pápa heti katekézisében a Szentlélek tulajdonságairól elmélkedett, amelyek az egyetemességre és az evangelizálásra sarkalnak, ugyanakkor segítenek egységet teremteni. L'unità della Chiesa è l'unità tra persone e non si realizza a tavolino, ma nella vita. Si realizza nella vita. Tutti vogliamo l'unità, tutti la desideriamo. Dal profondo del cuore. Eppure essa è tanto difficile da ottenere che anche all'interno del matrimonio, della famiglia, l'unione e la concordia sono tra le cose più difficili da raggiungere e più ancora da mantenere. A pápa az apostolok cselekedetei egy szakaszának elmélkedésére hívott, mely az ősegyház első fontos vitáskérdésének döntéshozataláról szól. Lo Spirito Santo non opera sempre l'unità in maniera repentina, con interventi miracolosi e risolutivi, come a Pentecoste. Lo fa anche, e nella maggioranza dei casi, con un lavoro discreto, rispettoso dei tempi e delle divergenze umane, passando attraverso persone, istituzioni, preghiera e confronto. In maniera, diremmo, oggi sinodale. Così infatti avvenne nel Concilio di Gerusalemme. A kihallgatáson pár gyerek különleges utazásban részesülhetett a pápa mobilon. Az Ukrajnában zajló háború kitörése óta harmadszor találkozik Zelenszkij elnök és Ferenc pápa. Először 2023. májusában látogatott az ukrán elnök a Vatikánba. A második, zárt körű találkozásra Bariban került sor júniusban, amikor a világ vezető politikusai a G7 csúcs találkozóra gyűltek össze. Most a harmadik alkalommal az elnök egy festményt ajándékozott a pápának, ami a bucsai mészárlást ábrázolja egy képzeletbeli lány szemszögéből. Az orosz csapatok kegyetlenkedése több mint 600 civil életet oltott ki az ukrán kisvárosban. Zelenszkij vatikáni látogatása része annak a körútnak, amelyet az elnök a nyugat-európai fővárosokban tesz katonai támogatás szerzése reményében. Spanyolország kormányának elnöke Pedro Sánchez a mostani látogatását megelőzően 2020-ban találkozott először Ferenc pápával. Akkor a kétoldalú találkozón mélyreható politikai elemzést adott a pápa, amit addig egyetlen állam vagy kormányfővel sem tett meg. Ezen a második beszélgetésen Pedro Sánchez hivatalosan is meghívta az egyházfőt Spanyolországba. Két meghívás is érkezett Ferenc pápa részére, melyeket közvetítettem számára a spanyol kormány nevében. Az egyik meghívás a Kanári-szigetekre szól, tekintettel a Szentszék érdeklődésére a szigetek lakóinak valósága iránt, valamint a partjaira érkező migránsok miatt. A másik meghívás Sevillába szól 2025-ben. A jövő év júniusában fejlesztés finanszírozással kapcsolatos konferencia lesz az Andalusz fővárosban. Az idei ökumenikus imavirrasztás szerényebb volt, mint a 2023-as, bár emlékezetesebb és szimbolikusabb. A különböző keresztény felekezetek képviselői együtt imádkoztak az egyház egységéért a tezéi közösség szervezésében. Ferenc pápa nem mondott szentbeszédet, de üzenete annál egyértelműbb volt. Ma kifejezzük szégyenkezésünket a keresztények megosztottságának botránya miatt. A pápa szerint botrányos, hogy egy megosztott egyház hirdeti Krisztust, de a jelenleg zajló szinódus egy újabb lehetőség a kapcsolatok erősítésére.
A szinódus résztvevői is jelen voltak ezen az eseményen, amelyet a II. Vatikáni Zsinat újabb évfordulója alkalmából szerveztek, és az ökumenizmusra helyezte a hangsúlyt. Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala elimádkozása során bírálta a Libanonban működő ENSZ békefenntartók elleni támadást. Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte. Palestina, Israele, Libano, dove chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite. Prego per tutte le vittime, per gli sfollati, per gli ostaggi che auspico siano lì subito rilasciati. E spero che questa grande e inutile sofferenza generata dall'odio e dalla vendetta finisca presto. A pápa arra is felszólított, hogy a folyamatban lévő konfliktusokban mindenáron kerüljék el a védtelen civilek elleni támadásokat. Imákat kért a békéért Haitin is. Non dimentichiamo mai i nostri fratelli e sorelle haitiani. Chiedo a tutti di pregare affinché cessi ogni forma di violenza e con l'impegno della comunità internazionale si continui a lavorare per costruire la pace e la riconciliazione nel paese. Végül arra kért mindenkit, hogy csatlakozzanak a szükséget szenvedő egyház kampányához, hogy gyermekek ezrei imádkozhassanak együtt a békéért. A Dignitas Infinita, azaz Végtelen Méltóság című nyilatkozattal Ferenc pápa megerősítette a gender ideológia elutasítását. Perché oggi il pericolo più brutto è l'ideologia del gender che annulla le differenze e cancella le differenze, cancella l'umanità. A hittani dikasztérium által bemutatott dokumentum a transzneműség kérdésében is véleményt formál. Sul cambio di sesso c'è una. Ami a nemi átalakítást illeti, a dokumentum a valóság elfogadásának fontosságáról szól. A témát egészében kell lássuk, mert manapság hajlamosak vagyunk arra, hogy a valóságot mi akarjuk megteremteni. Ezeket az álláspontokat a katolikus New Ways Ministry fenntartással fogadta. Ezért az egyik alapító, Janine Gramik szerzetesnő meglátogatta Ferenc pápát. Honlapjukon ez olvasható. Ferenc pápa ma transznemű és interszexuális katolikusok sokszínű csoportjával találkozott, köztük egy nem változtatást végző orvossal. Arra kérték Ferenc pápát, hogy az elkövetkezőkben fáradozzon azon, hogy az egyház lépjen túl a negatív hozzáállásán a nemileg sokszínű emberekkel szemben. Ferenc pápa már a 2023-as szinódusi közgyűlésen is találkozott Gramikkal. A mostani látogatásról sem a pápa, sem a Vatikán részéről nem érkezett nyilvános közlemény. Rómában sok szó esik Janine nővér helyzetéről. 1999-ben ugyanis a Ratzinger bíboros által vezetett hittani kongregáció arra utasította őt, hogy hagyjon fel a homoszexuális személyekkel való lelkipásztori tevékenységével, mert tambeli kétértelműségeket és tévedéseket terjesztett. A jelenlegi pápa azonban, bár nem nyilatkozott a szerzetesnő ideológiájáról, tartja vele a kapcsolatot, és azt mondta, hogy bátor embernek tartja. A Vatikán kizárta a Sodalitium Christiane Vitae vezetőségének 10 tagját a közösségből. A laikusokból álló perui szervezet napokkal később közleményben reagálta a tanítóhivatal ítéletére, miszerint alázattal és engedelmességgel fogadják el Ferenc pápa döntését. A kiutasítottak között volt egy érsek, több pap és egy újságíró is, akit az újságírói apostolkodás gyakorlása során elkövetett visszaélésért büntettek meg. A vatikáni dokumentum a kiutasítás okai között felsorolja a fizikai bántalmazást, beleértve a szadizmust és az erőszakot, valamint a lelki bántalmazást és a tekintéllyel való visszaélést.
E magatartások némelyikét az egyházi törvénykönyv nem sorolja fel, de bűncselekménynek minősül. A fegyelmi büntetés kiszabása a 696. kánon hatálya alá tartozik. A 10 tag kizárását megelőzően augusztusban a szervezet alapítóját, Luis Fernando Figarit is kizárták, miután szexuális visszaéléssel vádolták meg. A Vatikán ezen döntése azután született, hogy Ferenc pápa találkozott egy perui újságíróval, aki könyvet írt, mely a tagok visszaélésekről szóló vallomásait közölte. Ferenc pápa 2023-ban Peruba küldte a Vatikán két visszaélési ügyekben vezető nyomozóját, Bertomeu spanyol papot és Charles Cicluna máltai érseket. A vizsgálatot követően következtetéseik eredményeképpen a fenti fegyelmi intézkedések születtek. As a pilgrim seeking peace arrives. 1965-ben érkezett először pápa az ENSZ New York-i székhelyére, 6. pápa személyében. A pápa erőteljes politikai beszédet mondott a pódiumról. Le peuple se tourne vers les Nations Unies comme vers l'ultime espoir de la concorde de la paix. Nous osons apporter ici avec le nôtre leur tribut d'honneur et d'espérance. Második János Pál pápa 1995-ben ugyancsak meglátogatta a szervezetet. Akkor különböző nemzetiségű gyermekek fogadták őt, valamint egy hosszantartó ováció. A világ minden tájáról érkező politikusok előtt második János Pál pápa a vallásról beszélt. The United Nations Organization accepts and respects the religious and moral dimension of those human problems that the church attends. 16. Benedek pápa 2008-ban szólalt fel az ENSZ előtt. Beszédét állva tapsolták meg. Szavai elődei vonalát követték. It should never be necessary to deny God in order to enjoy one's rights. The rights associated with religion are also more in need of protection if they are considered to clash with the prevailing secular ideology or with majority religious positions of an exclusive nature. Végül Ferenc pápa is ellátogatott az ENSZ-be 2015-ben. A világ vezetői előtt követelte a lakhatáshoz, a tisztességes munkához, a vízhez való hozzáféréshez és a vallásszabadsághoz való jogot. El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles. Bár az első pápa 1965-ben szólalt fel az ENSZ-ben, a Szentszék egy évvel korábban, idén 60 éve lett a szervezet állandó megfigyelője. Libanonban kritikus a helyzet. A közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt a gázai háború mellett most Izrael északi határa is hangsúlyt kapott. A folyamatos támadások az izraeli hadsereg és az Iránnal és a Hamasszal szövetséges Hezbollah terrorista csoport között példátlan válságot okoztak, különösen a civilek számára. A közel 6 millió lakosú Libanonban jelenleg 1 millióan vannak kitelepítve, sokan közülük keresztények. A vatikáni államtitkár tűzszünetet sürgetett az ENSZ-ben tartott beszédében. A Hezbollah és az izraeli hadsereg közötti konfliktus folyamatos kiélesedése az egész régiót nagy veszélynek teszi ki. A Szentszék ezért követeli, hogy minden fél tartsa be a nemzetközi humanitárius jog elveit, szabjon gátat az eszkalációnak, és haladéktalanul kössön tűzszünetet.
Libanon már eddig is súlyos nehézségekkel nézett szembe. 2019-ben pénzügyi összeomlás következett be, amely a libanoni valuta 98%-os leértékelődését eredményezte. A libanoni líra elvesztette az értékét. Ha egy családban a fizetés például 1000 euró volt, akkor 50 euró lett belőle. Képzeljük el, ezek az emberek miből élnek meg. Ehhez jött még a koronavírus járvány és a 2020-as beiruti robbanás, ahol mintegy 200 ember halt meg és 7000 megsérült. Augusztusban Ferenc pápa találkozott a robbanás által érintett 20 családdal. Voi faccio memoria di tutti coloro ai quali quella tremenda esplosione ha tolto la vita. Ferenc pápa egy másik gesztusa volt, hogy 2021-ben találkozott az ország összes keresztény vezetőjével a Vatikánban. A békéért imádkoztak, és a maronita pátriárka is jelen volt. A pátriárka ma is az országban tapasztalható erőszak megszüntetésére szólít fel. A közelmúltbeli izraeli invázió kapcsán pedig új köztársasági elnök választását sürgette, amely poszt már 2 éve betöltetlen. Az alkotmány szerint az elnöknek maronita rítusú katolikusnak kell lennie. Vallási szempontból Libanon a 20. század közepéig keresztény többségű ország volt. Mostanra ez az arány 32%-ra csökkent. Az iszlám térnyerésével ma már a lakosság több mint 2/3 muszlim. A Christendom, azaz a kereszténység elnevezésű alkalmazás olyan online platform, ahol a felhasználók naprakészen követhetik a különböző katolikus kommentátorokat. Az alkalmazásban olyan prominens személyiségek jelennek meg, mint Barron püspök, Michael Knowles és más katolikus fókuszú média szereplők. Az applikáció fejlesztői remélik, hogy a Christendom sokféle nézetet képvisel majd a katolikus hithez kapcsolódó témákról és vitákról. Számos olyan platform létezik, amely adott típusú tartalmakat gyűjt össze. Mi azonban egy olyan ernyő jellegű platformot akartunk létrehozni, ahol a különböző egyházi és ideológiai fókuszok egy szintérre kerülnek. Így ezek az eszmék kicserélődhetnek, és az emberek szélesebb perspektívával, az egyház szélesebb látókörével találkozhatnak. Sanders elmondta, hogy az alkalmazás olyan alkotókat keres, akik elkötelezettek és következetesek a tartalomgyártásban. Az alapítók hosszú távú víziója, hogy a Christendom olyan platform legyen, amely nem csak a tartalomnak ad teret, hanem olyan hely is, ahol a különböző nézeteket valló katolikusok nyíltan vitatkozhatnak. Nem csak a tartalmakat szeretnénk összegyűjteni és segíteni a fejlődést, hanem olyan hely is szeretnénk lenni, ahol a katolikusok ténylegesen kapcsolatba léphetnek egymással, kommenteket fűzhetnek a témákhoz, amivel megkönnyítjük a beszélgetéseket. Az alkalmazás már letölthető. Sanders hisz abban, hogy az app képes lesz felerősíteni a katolikus hangokat. Az olasz hatóságok úgy döntöttek, hogy a Trevi kútra egy gyaloghidat helyeznek, ezzel lehetővé téve a turisták számára, hogy közelről vehessék szemügyre a szobrokat. Ezzel a korlátozott hozzáféréssel jobban tudják majd ellenőrizni a szökőkutat naponta látogató hatalmas turista áradatot. A gyaloghíd elhelyezésének fő oka a látványosság felújítása. Az Európai Unió által a tagországok számára rendelkezésre bocsátott pénzt kihasználva, Róma külön tervet készített számos műemlékének és utcájának helyreállítására. A Trevi kút restaurálási munkálatai karácsonyra fejeződnek be, amikor a jubileumi év kezdeteként Ferenc pápa megnyitja a Szent Péter Bazilika szent kapuját. A gyaloghíd egy hónapon belül elkészül, és elképzelhető, hogy a folyamat utolsó szakaszában belépődíjat kell majd fizetni. Ha közelebbről szemügyre vesszük a Bernini által készített emlékművet, akkor a szobor együttesben egy trónust fedezhetünk fel. Ez Péter széke.
A belsejében egy rejtett erekje található a 9. századból. Ez az a fából készült szék, amely egykor a pápák széke volt. Utoljára 50 évvel ezelőtt távolították el Bernini emlékművéről. Most egy restaurálási eljárás miatt kellett újra kivenni. A színódus záró szentmiséjén újra látogatható lesz. Az eukarisztia ünneplésének befejezésekor a bazilikába látogatók és a hívek tiszteletére kilesztéve Péter székének ősi ülőhelye, amely még a Bernini időkből származik, és amelyet tudományos szempontból vizsgálunk, hogy megbizonyosodjunk tényleges állapotáról. Ferenc pápa is megtekintette az erekét, és az ő kérése volt, hogy a zarándokok is láthassák. Az elmúlt évszázadokban kevesen látták Péter székét, és a pápa azt mondta, tegyük oda a kopjafa tövébe. Így hát másfél hónapig, nagyjából december 8-áig otthagyjuk, hogy bárki megcsodálhassa ennek az apostoli hagyománynak a tanúságát, amely Pétertől indul és napjainkig tart. A szék a püspök székhelye, és Róma esetében különleges dimenziót kap, mivel ez az a hely, ahol Péter apostol utódai gyakorolják hatalmukat. Következő adásunkban szentélyavatások a Vatikánban, itt a római riportokban.